Demko Attilához fordulok. Ön mit lát ebből a tegnapi béketárgyalási fordulóból? Történt-e valóban bármiféle áttörés Isztambulban? Hát jó lenne, ha így lenne. Én azért egy picit szkeptikus vagyok. Szkeptikusak az ukránok is, meg szkeptikus a megfigyelők többsége, egész egyszerűen azért, mert Oroszország messze nem érte el a céljait. Az nyilvánvaló, hogy Kijev környékén csökkentik a hadműveleti intenzitást. Ennek egyértelműen az az oka, hogy sikereket nem tudnak elérni, tehát ez nem valamiféle szép gesztus. Nagyon úgy tűnik, hogy ott azért túl ambiciózusak voltak az elképzeléseik, és ez voltak éppen egy katonai realitás, hogy Kijevet nem tudják bevenni. Akkor pedig minek erőltetni, miközben más területeken, ugye pár napja jelentették be a keleti stratégiát, más területeken sokkal nagyobb esélye van az orosz haderőnek a győzelemre. Pontosabban Kijevben most semmi esélye sincs a győzelemre, tehát ennél jóval nagyobbak, a nullánál eleve nagyobb, de ott tényleg keleten tényleg van esélye arra, hogy komoly eredményeket érjenek el. Ezért vagyok szkeptikus, de ugye nem lehet látni, hogy mi folyik a háttérben, nem lehet látni, hogy Moszkvában milyen folyamatok zajlanak, teljesen kizárni nem lehet az sem, hogy itt közeledünk egy áttörés felé. Mi kellene az áttöréshez? Kérdezem Robert C. Castelt, illetve hát természetesen önnek is szól a kérdés, lát-e bármiféle valódi közeledést ebben a tegnapi tárgyalási fordulóban? Semmit az égvilágon. Nekem úgy tűnik, hasonló konfliktusok tapasztalataiból okulva, nekem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen taktikai tűzszünet, ugye az oroszok, mint az ukránok részéről, mind a két félnek szüksége van erre a tempóváltásra, arra, hogy zárja a sorait, hogy átcsoportosítsa az erőit, ez, amit látunk Kijev környékén, mert azokat az orosz csapatokat Kijev mellől nem vonták vissza az Ural mögé. Azokat átcsoportosították Kijevtől egy bizonyos távolságra. Szükségük van arra, hogy a logisztikai bázisokat rendbe hozzák. Tehát én ezeket a dolgokat látom ebben a tűzszünetben. Olyan, mint egy ökölvívó mérkőzés közben a szünet. Van egyáltalán értelme? Mármint, hogy van-e arra bármiféle esély az önök meglátása szerint, hogy itt a tárgyalóasztal mellett záros határidőn belül megváltozhat ennek a háborúnak a hangulata, netán befejeződhet ez a háború, vagy az oroszok addig mennek, ameddig bírnak, az ukrán fél pedig minden erővel védi magát? Tehát én azt gondolom, hogy nem látjuk a belső folyamatokat Moszkvában, ez okozhat meglepetést, hát ugye nekem meglepetést okozott maga a támadás is, pontosan azért, mert látható volt, hogy ekkor erővel nem lehet végrehajtani Ukrajnának a lerohanását, de ugyanígy okozhat meglepetést az is, hogy nem tudjuk, hogy ugye egy-két ember dönt, vagy kevesen döntenek Moszkvában, hogy ők most éppen mire gondolnak, hogy mennyire nehéz a helyzete Vlagyimir Putyinnak és közvetlen körének. De logikusan próbáljuk megközelíteni, ugye az oroszok nem érték el a főbb céljaikat, még Mariupolt se vették be, nem vették be még a Donyecki köztársaság teljes területét sem, a Luhansk köztársaságnak nagyjából már a 90%-a fölött bevették. Tehát alapvető célokat nem értek el, nem látom azt, hogy miért kötnének most békét, és az ukránok is miért kötnének most békét, amikor legalábbis amikor ők úgy érzik, hogy jól állnak. A valóság azért ennél sokkal bonyolultabb, tehát ugye mi állandóan az ukrán győzelmekről hallunk, a nyugati média ezzel van tele, nem nagyon látjuk az ukrán vesztességeket. Valójában az ukrán logisztikai háttér rendkívül súlyos csapásokat kapott, tehát üzemanyag problémáik vannak, nem tudják javítani a harckocsiaikat, ugye ezek az oroszok ezt mind szétlőtték az utóbbi pár hétben, ezek azok a mélységi rakétacsapások, amikről kérdeztük mindig, hogy miért, hát egy csomó dolog azért volt, hogy felszámolja az ukrán haderőnek a hosszú távú a harci képességét, tehát egy dolog, hogy egy adott ponton mennyi lőszer van, mennyi üzemanyag van, de ha nem jön utánpótlás, az az alakulat el fog vérezni előbb-utóbb. Tehát már most azt mondják szakértők, akik tényleg napi, sőt percnyi figyelemmel követik az eseményeket. Tehát az én forrásaim most azt mondják, hogy gyakorlatilag az ukrán offenzív képesség nagyon nagy mértékben csökkent ezen orosz csapások miatt. Tehát
De viszont kifelé, meg a közvélemény is úgy látja, hogy jól állnak, ezért nagyon nehéz kompromisszumokat tenni a Zelenszkinek. Tehát van két oldal, ami egyik nem érte el, amit akart, a másik meg úgy érzi, hogy jól áll. Ez a kettő együtt nagyon kérdéses, hogy jut kompromisszumra, de ahogy mondtam az elején, nem lehet tudni, mi van Vlagyimir Putyin fejében. Ön hogy látja, Robert Szikásztelhez fordulok, meddig tarthat ki az ukrán haderő, illetve Volodymyr Zelenszky ebben a háborúban azzal a tartalékkal, illetve azzal a fegyverállománnyal, meg hadiállománnyal, amije van. És akkor ide kapcsolódik az is, hogy mit lehet látni az orosz csapatmozgásokból, mi az, ami a következő napokban várható, van-e benne bármi tervszerűség? Van itt néhány dolog, amit szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy teljesen egyetértek Demkornak a helyzet elemzésével. Én úgy gondolom, hogy egy háború akkor ér véget, egy háború kétféleképpen érhet véget. Vagy úgy, hogy a két fél nagyon hasonlít egymásra, nagyon hasonlóak az erőviszonyok, és egyszerűen kifulladnak, megértik azt, hogy egyikük sem fog tudni áttörést elérni, ez egyik lehetőség. A másik lehetőség az pedig az, hogy az egyik fél annyira erős, hogy a másik semmilyen reményt nem lát arra, hogy legyőzze. Most feltevődik a kérdés, hogy mit fogunk látni az ukrán háborúban. És szerintem, amit látni fogunk, az Fukuyama jóslatának, amit egy pár nappal ezelőtt olvastunk egy cikkében, pont az ellenkezője. Amit látni fogunk, az egy ukrán összeomlás lesz, mert nyílt egy óriási rés, egy szakadék nyílt tulajdonképpen a percepció, a háborúról alkotott image egyrészt, és másrészt pedig a valóság között. Szerintem, amit látni fogunk, az egy gyors ukrán összeomlás lesz, és ezt mi mind tudjuk lemérni. Azon tudjuk lemérni, hogy az a fél, amelyik per pillanat tűzszünetet kér, és leginkább érdekelt a tűzszünetben, az ukrán fél, ez nem az orosz fél. Azt is meg kell érteni, hogy ez egy dolog, néhány terepzöldre festett csövet felrakni egy repülőgépre és elszállítani, vagy egy teherautóra és elszállítani Ukrajnába ezeket a légvédelmi meg a páncéltörő rakétákat. De az ukrán hadiaparátust ellátni élelmiszerrel, üzemanyaggal, lőszerrel, ez egy óriási logisztikai légihídra lenne szükség, vagy szárazföldre hídra lenne szükség, és én ezt nem látom. Hát a háborúkat általában nem a taktikai bravúr dönti el, hanem a lassú és unalmas stratégiai állóképesség egymásnak a felérlés. És ezt fogjuk látni tulajdonképpen. Van-e esélye az ukránoknak a NATO nélkül? Ezt a kérdést ezt azért gondoltam most idehozni, mert ugye Orbán Viktor egy minapi nyilatkozatában valami olyasmiről beszélt, hogy a NATO álláspontja, ne gondoljuk, hogy állandónak tekinthető. Ugye a NATO álláspont jelen pillanatban az, hogy nem akar belevonódni a háborúba, nem akarja kiszélesíteni ezt a háborút. De mi mozdíthatja el vajon a szövetséget abból, hogy közvetlenül beleavatkozzon ebbe a háborúba? Eljöhet-e az a pont, akár mondjuk az ukránoknak a teljes felmorzsolódásában, amikor már a NATO és ezen keresztül például Magyarország is részesévé válik ennek a háborúnak? Demko Attilán, ilyen a kérdés először. Hát ha Magyarországon múlik, akkor nem. És a NATO-ban, hál' Istennek mindenkinek egyet kell értenie abban, hogy mit lépjen a szövetség. Tehát egyetlen egy ország is elég ahhoz, hogy ne lépjen ilyet a NATO. És azt hiszem, nem vagyunk egyedül, akik azt mondanák, hogy Ukrajnának sem érdeke az, hogy kitörjön a harmadik világháború Ukrajna felett. Ez ukránoknak lenne a legrosszabb, ha a NATO beavatkozna, mert az ő országok pusztulna először. Ugyanis a NATO beavatkozása egyértelműen a harmadik világháborúhoz vezetne. Ennek az első etapja Ukrajna területén zajlana le, tehát kőkövön nem maradna Ukrajnából, tehát azoknak az országoknak, akik józanul állnak ehhez hozzá, köztük Magyarországnak, valójában Ukrajna ezt megköszönheti, hogy azokat az országokat visszafogják, akik érzelmi alapon gyakorlatilag már háborús pszichózisban állnak ehhez a kérdéshez hozzá. Látni kell azt, hogy mindenkinek más a történelme, én megértem a balti nemzeteket, vagy Lengyelországot, hogy ők hogy állnak ehhez hozzá, de azért nagyon sok ország van, az Egyesült Államok is egyébként fogja vissza az ilyen kezdeményezéseket, amelyek nem akarják a teljes északi féltekét lángba borítani, még akkor se, ha elképesztően brutális ez az invázió Ukrajna ellen,
de mondom, Ukrajna pusztulna el először ebben, úgy, ahogy egyébként az olaj- és gázszankcióknak a legnagyobb vesztese az az Ukrajna, amelyet kéri. Tehát nem egészen logikusan gondolkodnak már. Nyilván egy háborúban, egy felfokozott helyzetben nem is lehet logikusan gondolkodni, meg nem lehet hidegen gondolkodni, tehát meg kell érteni az ukrán politikai vezetést is. De ez a valóság, ez a hideg valóság, amit szerintem Kijevben nem látnak, amit nem látnak akár mondjuk Tallinnba vagy Varsóba sem. Tehát Oroszország nem hátrálna meg egy NATO beavatkozás esetén, ugyanúgy nem hátrálna meg egy szankciós rezsim kiterjesztés esetén se. Legfeljebb még keményebb intézkedésekkel csapna ellen Ukrajnának. Tehát én ettől tartok. Igazából itt egyetlen egy békés vagy gyors megoldás lenne, ha Oroszországon belül lenne valamilyen rezsimváltás, amire utalt ugye Biden elnök, csak erre nincs képessége. Se a NATO-nak, se melyik országnak sincs erre képessége. Ugye az orosz oldalról elhangzott az több alkalommal is, és több prominens szájából is, hogy akár az atomfegyverek bevetésére is lehetőség van abban az esetben, hogyha Oroszország fenyegetve érzi magát, illetve a létét. Ha ne adj Isten, a NATO vagy valamelyik NATO tagország hirtelen kiugrása kiszélesíteni ezt a háborút, akkor ez már egy közvetlen fenyegetése lenne Oroszország létének, és a kérdés már Robert C. Castelnek szól, már csak azért is, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ön már késztényként kezelte az esetleges taktikai atomfegyver használatot. Ami a taktikai atomfegyverek használatát illeti, ebben nincs semmi újdonság tulajdonképpen. A hidegháború alatt, mikor a NATO volt a gyengébb fél a konvencionális fegyverkezés terén, akkor mi hirdettük ki azt a doktrínát, hogyha a NATO-nak a létérdekei veszélybe kerülnek, és arról kerülünk egy konvencionális konfliktusban, akkor a NATO taktikai atomfegyvereket fog használni. Most az orosz fél a gyengébb, és ezzel az orosz fél fenyeget ugyanezekkel a dolgokkal. Ezek a dolgok el vannak fektetve az orosz katonai nukleáris doktrínába az utóbbi 20 évben, itt nincs semmi újdonság tulajdonképpen. Ez egy dolog. A másik dolog az, hogy egy konfliktus nem feltétlenül eszkalálódik a szélsőséges pontjaira. Tehát van egy eszkalációs létre. Ha el is kezdődik, most tudom, hogy becsapódik egy orosz rakéta Lengyelországban, a lengyelek egy válaszcsapással válaszolnak. Ebből nem úgy kell elképzelni, hogy 5 perc múlva valaki megnyomja a piros gombot. Van itt egy eszkalációs létre, és az oroszok szempontjából is, ha nukleáris fenyegetésről beszélünk, annak is vannak különböző fokozatai. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy étlapot egy francia étterembe, Oroszország figyelmeztetni akarja a NATO-t, akkor végezhet egy rakétakísérletet, kilőhet egy balisztikus rakétát az Arktikum irányába, hogy körülbelül úgy, mint Észak-Koreának a balisztikus kéregetése, mikor egy kis pénzre van szükségük, hogy azt mondja a NATO-nak, na de ennyi. A következő lépcsőfok az lehet, hogy robbantanak Oroszország területén, vagy valahol a világtengerekben egy atomtöltetet, hogy ezzel jelezzék azt, hogy komolyan gondolják a dolgot. Tehát van egy egész skálája itt a lehetőségeknek, mielőtt egy atomtöltet becsapódik valahol NATO területen. Tehát ez lehetőséget ad arra, hogy ezt a fölmászást ezen az eszkalációs létrán meg lehessen állítani és vissza lehessen fordítani. Az, hogy taktikai atomfegyver, és most még mindig egy picit, Robert, önnél maradnék, az számunkra azért a hétköznapi szóhasználatban nem egy egyértelmű kifejezés. Mi ismerjük az atombombát, amit ledobtak annak idején a II. Világháború végén Nagasakira és Hiroshimára, és ismerjük annak minden borzalmas következményét. Mit okozhat egy ilyen taktikai atomfegyver, csak nagyon röviden, de közérthetően mondja el nekünk? Ezt úgy kell elképzelni, mint egy tortát. És ezt a tortát különféle módon lehet szeletelni. Egy atomfegyvernek a hatása természetesen függ a yieldtől, ahogy angolul hívják, az erejétől, függ attól, hogy milyen magasságban robbantjuk fel a levegőben, esetleg a világűrben, a szárazföldön, a tenger alatt, mik a légköri körülmények, tehát sok mindentől függ egy ilyen atombombának a hatása. És visszatérve a torta hasonlatára, ezt a tortát különféleképpen lehet szeletelni. Lehet úgy szeletelni a történet, hogy a tortát a lökés hullám legyen a legerősebb benne, és a sugárzás pedig kisebb, és vagy lehet másképp szeletelni a tortát, a lökés hullámot megpróbáljuk lecsökkenteni, és a
és különféle sugárzások legyenek erősebbek. Gondolok itt hőre, a különböző radioaktív sugárzásokra, az elektromágneses impulzusra, a fényre, tehát ezekkel a dolgokkal lehet játszani, és attól függ, hogy mi az a cél, amit el akarunk érni. Az orosz nukleáris doktrínának az egyik alapja, ez a hatáson alapuló atomfegyver használat. Tehát attól függ, hogy milyen hatást akarnak ezzel elérni. És ezt elég jól be lehet állítani a fegyverek kiválasztásával és a felhasználásával. Demko Attilához fordulok. Ugye itt Magyarországon megy egy elég komoly, nagyon finoman fogalmazok, diskurzus, és nagyon intenzíven, például a közösségi médiában, de még magánbeszélgetésekben, aminek az a lényege, ki a hibás ezért a háborúért. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, nagyon sokféle módon tette már nyilvánvalóvá például a magyar kormány is, hogy az egyértelmű agresszornak ebben az esetben Oroszországot tartja, és el is ítéli a fegyveres agressziót a teljes Magyarország gyűlés keretében. No, de itt elhangoznak olyan vádak, hogy ennek az egész, ugye Oroszország részéről indult ez a vádaskodás, hogy az egész konfliktusnak az alapja egy 2014 óta tartó tendenciózus, sok ezer orosz halálát okozó népirtás volt a Donbass területén. Mit tud erről, Attila, ez valóban megtörtént ez a népirtás, és valóban olyan mértékű volt, mint amiről Vlagyimir Putyin, illetve hát most a közvéleményben igen sokan beszélnek? Ez nem történt meg. Tehát ezt határozottan tudom cáfolni. Történtek nagyon súlyos esetek orosz nemzetiségű lakossággal szemben. Történtek, volt a legjobb esetben egy ponton, de ez 2014-ben volt, ott 42 halott volt, és történtek egyéb mészárlások is, nagyon sok apróbb, nagyobb atrocitás, most az apróbbat a megalázáson, a megverésen, hát a nagyobbat pedig a gyilkosságon, de ugye a népirtás az az, amikor ezrével ölik az embereket, és folyamatosan. Tehát ez alapvetően 14-15-re volt jellemző, évekkel ezelőttre, amikor tényleg voltak nagyon súlyos események, ez nem az utóbbi időszakra, tehát ez a 14 ezres szám, amit Oroszország mond, és amit Magyarországon is sokan visszatükröznek, valószínűleg az orosz propaganda alapján, az a konfliktus összes áldozatának a száma, amiben benne van az is, akit az oroszok öltek meg a szeparatisták, meg aki meghalt akár egy balesetben is. Tehát gyakorlatilag például nyilván balesetben lőtték le a holland gépet, azt nem direkt lőtték le valószínűleg az oroszok, ugye ott 300 halott volt. Tehát ez a teljes halálos áldozatainak száma a konfliktusnak, és ezt keverik össze azokkal az oroszokkal, akiket tényleg megöltek, de ez inkább százas nagyságrend. Tehát a népirtás nem volt, és a nagyon súlyos atrocitásoknak a tömege is alapvetően 2014-15-ben volt az oroszokkal szemben. Tehát ezt határozottan cáfolni kell, egész egyszerűen azért, mert ez egy olyan méretű hazugság, mint hogy mondjuk a Duna-Szuezi csatorna. Tehát ezt nagyjából az orosz fejekbe beleverik, de a magyar fejekből verjük már ezt ki. Nagyon sok kérdésem lett volna még önökhöz, amit egyébként korábban meg is beszéltünk, viszont az idő az egy kegyetlen állapot, és már csak egyetlen egy körkérdésre van lehetőségünk, és szeretném, ha erre mind a ketten a saját nézőpontjukból válaszolnának. Teszem fel először Robert C. Castell-nek a kérdést. Ön szerint mennyire indokolt az az igen óvatos, még Európai Uniós szinten is óvatos biztonságpolitika, ahogyan Magyarország közelít most ehhez az Ukrajnában zajló háborúhoz? Én úgy gondolom, hogy a NATO-n belül az országoknak a fenyegetettsége és az érdekei nem azonosak. Erre Demko úr is utalt, teljesen egyértelmű, hogy Lengyelország, ami a lengyel-német síkságon fekszik, és Oroszország fő inváziós útvonalát zárja le nyugat felé, sokkal fenyegetettebb, mint Magyarország, vagy mint Portugália, vagy mint Ausztria, vagy mint Szlovákia, akik nincsenek a medve útjában, mondjuk úgy. Tehát teljesen természetes, hogy az, aki a medve útjában van, az sokkal idegesebb és sokkal agresszívebben akar föllépni a medve ellen, mint az, aki nincs a medve útjában, és aki próbál kitörni a medve elől. Én azt hiszem, hogy ez egy teljesen észszerű és teljesen logikus képviselete a szükebben megfogalmazott magyar érdekeknek. Magyarországnak az érdekei nem feltétlenül vágnak egybe Lengyelország érdekeivel.
Nemko Attilának szól ugyanez a kérdés, az, hogy Magyarország elutasítja annak a lehetőségét is, hogy a légterünkön keresztül szállítsanak Ukrajnába támadásra alkalmas fegyvereket, az mennyire indokolt az ön meglátása szerint? Ez abszolút indokolt, tehát ez a válság, vagy ez a háború, ez egy nagyon súlyos háború, ettől távol kell maradni. Ráadásul azokkal az érvekkel is nagyon mélységesen nem értek egyet, akik azt mondják, hogy azért kéne fegyvert szállítanunk, hogy a kárpátai magyaroknak a jövőjét biztosítsuk. Most hallottuk, tegnap hallottuk Volodymyr Zelenszkijről, mi a véleménye a nyelvtörvényről, mi a véleménye egyáltalán Magyarországról, tehát azt gondolom, hogy ettől az Ukrajnától túlságosan sokat nem várhatunk. Egy brutális agresszió alatt álló ország, de ettől egy nemzeti homogenizáló ország. Nem gondolom, hogy ezt az Ukrajnát akár egyetlen egy darab lőszerrel is segíteni kéne.